Romfeld Mária Magdolnától, a Hargita megyei prefektusi hivatal főtitkárától megtudtuk, 539 olyan kártérítési kérelem érkezett a hivatalhoz, amelyeket nem tudtak elfogadni. A kérelmezők ugyanis nem tudták tulajdonjogaikat bizonyítani. Azt kell tudni, hogy a kárpótlásnál lehet pénzbeli kárpótlás csak, ami 500 milliós nagyságrendű. Ha azon felül van a kárpótlás, akkor már a tőkepiacon tranzakcionált részvényeket fognak kibocsátani. A Hargita megyei prefektusi hivatal átküldte a kárpótlási kérelmeket a bukaresti ügynökséghez, tehát ezek most már nem a Hargita megyei prefektusi hivatal hatáskörébe tartoznak. Az érintettek a bukaresti hivatalból fogják megkapni végzésüket. Készpénzben azok kapnak kártérítést, akiknek esetében az elkobzott ingatlan értéke nem haladja meg az 50 ezer új lejt. Ha a terület meghaladja ezt a pénzbeli értéket, akkor a tőkepiacon forgalomban lévő részvényekkel fogják kárpótolni a kérvényezőket.